mi itt mindannyian, önök is, mi is, 1970-ben vagyunk, 69-ben vagy 71-ben, mindegy, szóval valamikor akkor, amikor még na, de erről aztán végképp semmi. Majd elfelejtettem, lesz muzsika is, de nem ám akármilyen, hanem olyan, hogy is mondjam, olyan mindegy, erről most inkább nem legfeljebb, csak annyit, hogy visszaidézem majd azt a kort, amikor még tudják, amikor erről viszont aztán tényleg egy szót sem. Készen vagytok? Yeah. Akkor allora, kezdjük! Ezekhez a sorokhoz talán már nem is kellene semmit hozzáfűzni. Közel 25 évvel ezelőtt hallhatta először a nyíregyházi közönség az Ancunai szerelmesek kezdő sorait. Tomáó, Lucia, Giovanni és a többiek habkönnyű története az 1970-es évek Itáliájában játszódik, ahol bármi megtörténhet, és gyakorlatilag bármi meg is történik, mégpedig rengeteg szerelem, intrika, félreértés, rekeszizmokat nem kímélő poénok és jól ismert slágerek kíséretében. Ezek a számok még ugyanolyan frissek, és egy dolog lesz, hogy minden szöveg magyarul fog elhangozni, tehát ezt én nagyon-nagyon szeretném, ugyanis a nagyon jó magyar dalszövegek azok a történethez vannak írva, az olasz szövegek azok pedig magában álló sláger szövegek, tehát azok nincsenek kapcsolatban magával, az Ancunai szerelmesek meséjével. Egy reneszánsz alapokon nyugvó történet azokkal az archetipusokkal, akik azokban a régi reneszánsz olasz komédiákban is megfordultak, csodálatos slágerekkel kiegészülve, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy egy jó és az előthöz fellövő példánnyal vagy verzióval fogunk előállni. A közönség kedvenc ancunai szerelmeseket azonban soha nem látta. Keszég László 2007-ben rendezett először Nyíregyházán, akkor a Merénylet című darabot láthatta a közönség az ő felfogásában. Azóta rendszeresen visszajár, 2009-ben, 2011-ben és 2012-ben is dolgozott a Nyíregyházi társulattal. Nagyon szeretek itt rendezni, szeretem az embereket, jó a munkamorál, úgyhogy csak a legmagasabb szinten tudom a Nyíregyházi társulatot emlegetni, vagy említeni. Az eredeti természetesen, de hát ez minden egyes darabra bocsánat, érvényes, hogy a színészgárda rendkívül módon fontos. Tehát az rengeteg mindent ad hozzá. Én azt hiszem, hogy most is jó szereposztásunk van, megfelelő figurák lesznek, úgyhogy én abszolút pozitívan tekintek a jövő elé. Az előadást elsőként június 8-án szombaton láthatja a közönség Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon. Ekkor csendül fel először a felújított hegedű tanár.